Szívánok, már nem bánom, szilviszrasz 62 lányom, egyik nyárfa, másik nyírfa, vintörsemben meg volt írva. Összívánok, már nem bánom, bombom resztül van 2 lányom, egyik nyírfa, másik nyárfa, tán nem lészek többi árva. Koronám az égnek tárom, hüsszé válok, van 2 lányom. Elvileg most nem szabad fölállnom, szóval így ülve fogok most én mikrofon érdekében. A nemzetközi etikett szerint ilyenkor, mikor az embert valahová meghívják, akkor agyon kell dicsérnie azt a települést, ahova megérkezett, és elmondani, hogy Róma a legszebb város, illetve hol is vagyunk, ja, Párizs. Én viszont el fogok térni ettől a nemzetközi etikettől, és teljesen szívemből mondhatom, hogy az életem egyik legfontosabb településén vagyunk most együtt, Györkönyben. Én nagyon-nagyon sokat tanultam itt, nagyon sokat köszönhetek a győrkönnyieknek, és nagyon-nagyon szeretek ide jönni. Mivel a legtöbben ismernek, ezért túl nagy bemutatkozásra nincs is szükség, de azért annyit elmondok, hogy én az Alföldön születtem, Hajdúböszörményben nőttem föl. Ez a Hajdúböszörmény nincs messze attól a Derecskétől, ahonnan ide a kitelepítéskor áttelepültek alföldiek. Amikor én ide kerültem, én ezt nem tanultam történelemből. Az én tanulmányaimból ez kimaradt, és amikor idejöttem, akkor senki semmilyen módon nem éreztette velem a múltnak az árnyékát, nem vetült rám, hanem szeretettel fogadtak. Mi még olyan fiatalok voltunk, nem olyanok, mint ezek a maiak, hanem mi még olyan fiatalok voltunk, akiknek mindig rendben volt a kertje. Mert amikor nem volt rendben, akkor az én anyósom átjött Tengelicre, és rendbe tette. Mi még olyan fiatalok voltunk, akiknek soha nem volt a diófáj alatt ekkora levélkupac. Mert ha én nem tettem meg, hogy összeszedjem, akkor az apósom csöndesen, teljesen megjegyzésektől mentesen átjött, pikpak összeszedte, ott volt zsákokba. Még azt sem kellett mondanom, hogy köszönöm, illetve néha még azt is elfelejtettem mondani, hogy köszönöm, mert mire észbe kaptunk, már rendben volt az is. Amikor ide kerültünk, evidens volt, hogy a rokonok meghívtak bennünket, bármilyen alkalom volt, szeretettel, és várták is, hogy ott legyünk. Akárhány esküvőn voltunk, mindig azt kívántam, hogy áldás legyen a fiatalok életén, és nagyon-nagyon örülök, hogy most itt az arcok között, ahogy körbenézek, látok párokat, akik most is örömmel, szeretettel igent mondanának egymásra, és ezért is egy nagy hála van bennem. Amikor úgy alakult a gyülekezet élete, hogy ide került a férjem lelkésznek, akkor elmondták neki, hogy senki nem lesz proféta a maga hazájában, arra számítson, hogy föl fogják kenni a falra, keresztre fogják feszíteni, és minden rossz tulajdonságát ízekre fogják szedni, mert hogy mindenkinek van olyan, ezt csak azért mondom, hogy a lelkész is ember, és nem történt ez meg. Amikor ide került, ugyanúgy ember maradhatott, az az ember, aki ő, és ő megalakította a saját kis kórusát, ahogy ezt a saját függőségei diktálták, mert bizony mindketten elég komolyan függőségekkel szenvedünk, így ő a kórus alapítás, én a zenéjünk mindenhol függőségben, gyógyíthatatlan betegeknek számítunk. Mondhatjuk, hogy anonim, de már azt sem lehet lassan mondani, hiszen az 5.-6. kórus után az embernek már úgyis gyanús lesz a másik. Tehát amikor ő ide került, akkor azok, akik idősebbek voltak nála, azok is szeretettel fogadták. Amikor le kellett helyettesítenem, úgyhogy én egy vagyok a gyülekezeti tagok közül, nem volt semmilyen végzettségem.
és eljöttem bibliaórát tartani, a györkönyiek úgy ültek körbe, és úgy hallgatták az ige hirdetést, hogy ez most az Istennek az igéje. Nem az, amit aki szerencsétlen elmond, aki ki tudja honnan jött, meg fel tudja, mit akar itt. Abszolút úgy kezeltek, hogy az Isten igéjét most ez az ember mondja el. Tehát én ezeket mind Györkönyvben megtapasztaltam, és tanultam, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. És amikor a gyerekem egy bántalmazó csoportból nagyon hirtelen kellett, hogy iskolát találjon, a saját településünkön nem kapta meg ezt a lehetőséget, és itt Györkönyvben látatlanban rámondták az igent, és évekig hordozták szeretetben. Igen, vannak nehézségek, de hát hol nincsenek, de azt gondolom, hogy ez egy csodálatos hely, és csodálatos emberek vannak itt, és én nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetem önöket, ismerhetlek titeket, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy így fogadtatok, és így fogadnak. És arra gondoltam, hogy ha már ezt a sok könyvet kiraktam, akkor nem csak a mai könyvbemutatónk főszereplőjéről, ja igen, hát még az utolsót még ide hadd toljam be, akkor mégiscsak hátulról fogjuk kezdeni a könyveket. A mai könyvbemutatónk főszereplője tulajdonképpen nem is vagyok, nem is én vagyok, hanem ez a kötet. Ez egy karácsonyi mese. Tudni kell, hogy hát egy kicsit én is ilyen szempontból, de a lányaim még inkább úgy vannak, hogy pontosan tudják napra, hogy hány nap van még karácsonyig, úgy a szeptembertől fölfelé tudják. És nálunk az advent egy hatalmas felvezetése az ünnepnek. Karácsonykor már tényleg csak úgy döglődünk a karácsonyfa körül, gyertyát gyújtunk, beszélgetünk, meghallgatunk tényleg egy igehirdetést, tényleg egy ilyen 20 percet körülbelül, amit ugye a gyerek is mindegyik végigbírulni. Énekelgetünk, társashozunk, tehát nem is a karácsony az, amit úgy várunk, hanem magát az adventet nagyon-nagyon szeretjük. És én valahogy hiszem is ezt, hogy az út maga is áldás. Mint ahogy nem mondhatom azt, hogy én most fú, nagyon éppen ott járok, hogy éppen ha meghalnék, akkor fú, mennék a Jóisten kertjébe, ahogy a fiam szokta mondani, hanem nagyon örülök, hogy még élek, és nagy ajándék számomra minden nap, és nagy lehetőség, hogy sok-sok jó dolgot adjak és kapjak, és szeretném ezeket észrevenni, nem szeretnék elmenni mellettük. Ez a könyvecske még 2017-ben íródott, akkor még, hát fiatalabb voltam, ez meglepő, de így van. És nem csak én, hanem a gyerekeink is. És ennek a könyvnek nagyon kedves kis története van. Volt tanítványaim, hála Istennek, nagy szeretettel szoktak visszajárni hozzám. Egészen vicces módon, amikor én Györkönyvbe kerültem, úgyhogy a Misi elkezdett nekem udvarolni, még csak nem is feleségként, hanem még csak ilyen, talán ő lesz a befutó, akkor nekem pont egy második osztályom volt, a Füller Tamás évfolyama volt akkor másodikos, csak azért mondom, hogy ez egy ilyen régi történet, és a másodikosaim közül még mai napig is nagyon sokan megírják, ha gyermekük születik, abból akiket másodikosan ott hagytam, megírják, hogy férhez mentem, hogy hát most elköltöztünk, de itt továbbra is megtalált Imi néni, és hogyha valami szépet alkotnak, akkor azt is befotózzák, elküldik. Lett egy zenészem is onnan, nagyon-nagyon kedves számomra, hogy hallgathatom, hogy abból a kislányból, akit én akkor másodikosan elkezdtem piszkálni, hogy énekelj, nagyon szép hangod van. Akkora önbizalma volt, mint egy félbolhaláb, és ma Európát bejárta, és fantasztikus, gyönyörű hangjával tényleg az ember így belefeledkezik, és egy picit, csak egy egész leheletnyit büszke vagyok rá, hogy része lehettem az életének. Na szóval akkor is, amikor 2017-ben ez a könyv íródott, akkor is egy volt tanítványom bukkant föl, aki grafikusként végzett, és éppen nem volt munkája. Nem tudom, hogy mit gondolnak a pályaválasztásról. Én azért nagyon szeretem, ha két lábbal áll az ember a földön. Mondom én ezt, aki zenészként végeztem. Édesapám, amikor meghalotta, hogy zeneművészetire megyek, akkor hát bejött a zeneiskolába, és
hát így megállt az ajtóba, és megkérdezte a zenetanáromat, hogy meg lehet ebből élni. Úgy őszintén. És aztán, hát a zenetanárom az egy, hát egy termetesebb asszonyság volt, szintén Timi nénnek hívták máskülönben, azt mondta, hogy hát nézzen rám. És akkor édesapám azt mondta, hogy akkor meg lehet. És így engedték, hogy zenetanár legyek, és hát hála Istennek valóban meg is élek valamilyen szinten azóta is, bár most már kevesebb zenét tanítok, de grafikusként én azért így remegő gatyával engedném el a gyerekemet, hogy grafikusnak tanuljon. Rettenetesen sok bukta van, nagyon sok a munkanélküli grafikus, nagyon sok, aki sok-sok más dologgal kell foglalkozzon, és ez a kislány akkor már nagylány volt, végzett, ott volt a diplomája, ott volt az ügyes keze, és nem volt munkája, és hát nem örült ennek. Én nem sokat voltam munkanélküli életem során, de én sem viselem jól, amikor bizsereg a talpam alatt a föld, hogyha szeptember van, és nekem nem kell iskolába menni, ez nagyon-nagyon furcsa. És ezzel a kislányal akkor elkezdtünk beszélgetni, először csak így a magunk kis dolgairól, és aztán kimentünk Tengericnek a határában, nagyon szép erdők vannak. Hát, aki nem ismer, az most azt gondolja, hogy hú, de ráér ez az ember, de aki egy kicsit ismer, az tudja, hogy miért járok én annyit erdőbe. Hát van nekünk egy autista kisfiunk, immáron 12 éves, ma reggel fedeztünk fel 3 szőrszálat, tehát szakálla is fog nőni, már az ígérete látszik, és ő egész pici korától a fákért rajong, nagyon-nagyon szereti őket, minden nap próbálja bővíteni az ismereteit. A legnagyobb ajándék neki az, hogyha elmegyünk egy olyan helyre, ahol olyan különleges fa van, amit ő kinézett, most majd, ha jön a tavasz, akkor Sárváron van egy olyan arborétum, ahol balzsamos nyár van, oda próbálok most egy időpontot csekkolni neki, hogy amikor az virágzik is, meg úgy mindent lehet rajta látni, akkor tudjunk eljutni. Na, a lényeg az, hogy ezért ismerem így az erdőket, és a környéken az egyik ilyen szép erdőben sétáltunk ezzel a boglárkával, ezzel a fiatal lányjal, és picit úgy elfogytak ezek az aktuális témák, és elkezdtem neki mondani, hogy nézd, milyen gyönyörű fatörzs, nézd csak, hogy milyen csodálatos, gyönyörű fatörzs. És hát az egy, hát őszintén szóval az egy lepukkant fatörzs volt. Na, most én azért láttam gyönyörűnek, mert a kidőlt fatörzsben rettenetesen sok élet van. Ez elképesztő. Itt a borítón egyébként ez a kidőlt fatörzs van. Ebbe a cincérek, az ilyen mindenféle fa rontó bogarak kicsinyei, hát ez egy nagy bölcső, ez tele van az áttelelő kis életekkel, a kis járatok, ott mindenféle kis apró állatkáknak a tényleg ilyen kis rovartanya, egy kis menedék. És hát az én boglárkám is fölmorrantott, hogy hát ezt a ronda kidőlt fatörzset mutatom, miért nem ezt a sok szépet? És elkezdtem neki mesélni, hogy ebbe lehet, hogy él egy család. Egy ősi család, egy olyan család, aki lehet, hogy az őseit vissza tudja vezetni, akár az Árpád-korig, vagy Krisztusig. És akkor aztán itt elszaladt az agyam ezen a ponton, és amikor hazamentem, elkezdtem leírni ezt a történetet, hogy igen, ebben a fatörzsben él egy család, egy szú család, akik vissza tudják vezetni az őseiket egészen Krisztus koráig. És hát beugrott, hogy József ácsmester volt, hát annál mennyiféle fa lehetett. Nagyosan utána néztem, milyen fák voltak. Misu azonnal jegyzetelt, hogy cédrus, milyen cédrusfélék vannak. Én meg boldogan leírtam, és el is felejtettem. És aztán poénból felolvastam a gyerekeimnek, és odaült mind. 17-ben 20 éves volt a legidősebb gyerekem. Ez azt is jelenti, hogy olyan 8 éves körül volt a legkisebb. És ott ültek, és átjött az egyik család a szomszédból, és azok is leültek. És akkor, mikor mondtam, hogy hát most eddig van kész, hát holnap folytasd. Ugye, megkaptam a leckét, és aztán minden este így összegyűlt a kis csapat, és úgy 4 évestől, úgy 20 évesig ott ültek, néha apánk is beült, ő úgy kicsit szégyenkezik emiatt, mert ő olyan nagyon felnőtt, de egyébként olyan nagy szíve van, mint egy gyereknek.
És újra meg újra piszkáltak, hogy írjad tovább. De most mi történt velük? Mondjad már! Hát nincs még kész, akkor majd mi kiteregetünk, te írjál! És annyira végtelenül jó volt írni ezt a történetet. És hát ez a csoda lett belőle. És már volt kiadója is, akik kiadták volna, és aztán jött Covid testvér. Hát egyrészt utáljuk, másrészt már azt se tudjuk, mit gondoljunk róla. Én azt gondolom róla, hogy mindent, amit kapok, a jót is, meg a rosszat is, én az Istentől kértem. Minden napomat. Ha ezt adta, akkor valamire ezzel tanítani fog. És meglepő, de így van. Covid testvér tanított egy kicsit csöndben lenni, picit összebújni, kisebb helyen megtalálni azokat az örömöket, amiket eddig azt gondoltuk, hogy sok ezer kilométert kell értük utazni. És a könyvecske csendben üldögélt, várakozott. És aztán Covid testvér tevékenysége közben, azért én a kéziratot, ez most egy kézirat, azért mutatom, mert nem mindenki látott még kéziratot, ez meglepő. Piszkosul ugyanúgy néz ki, mint bármi más, amit nyomtatunk. Tehát ha most ide tettem volna, mit tudom én, 45 oldal, nem tudom hány oldal, akármilyen papírt, elhinnék nekem, hogy kézirat, de ez begyszó az. A kézirat sorsa, miután az első olvasóim ugye a gyermekek voltak, ezután úgy gondoltam, valaki olyannak küldöm el, aki a gyermekek nyelvén jól tud. Hát itt többen vagyunk annyi idősek, akik még emlékszünk, te picike, te nem, de mi többiek emlékszünk még Levente Péterre, és a feleségére, Döbrentei Ildikóra, Móka Miki égből potyan mesék. Nem tudom, ki volt, aki sietett velem együtt haza a munkahelyéről, hogy az égből potyan meséket lássa. Én is ott voltam nézők között, és hála Istennek így volt is kapcsolatunk, és elküldtem Döbrentei Ildikónak, és ilyenkor a kiadás előtt mindig szeretném, hogy legyen valaki, aki belejavít, elmondja, hogy mit javítsak, mit intézek máshogyan benne. És ennek a történetnek a visszajelzése így hangzott. Kedves Timi, ez így kerek, nagyon tetszik, szívből gratulálok. Ennyire erősen jó kritikát soha nem kaptam, tehát egy nagy-nagy csodának értem meg. Természetesen Ildikó magyar tanár is, úgyhogy utána azért az összes veszőhibámat felsorolta, amit most nem fogok megtenni, mert közben kijavítottuk. De itt hagyom, hogy akinek ez esetleg sokat jelent, akkor megnézhesse majd, hogy hogy ír az Ildikó, és mik a veszőhibáim. Nos, áldogált ez a könyv, és a Covid kis hullám hegyei, völgyei között a kiadók nagyon bizonytalanok lettek, hogy mit merjenek kiadni, és mit nem. És akkor volt egy bátor és pofátlan kérdésem, hova fordultam? Györkönyv felé. Nincs-e valakinek ötlete, hogy ez a könyv mégis megszülethessen, mégis az emberek kezébe eljusson, a gyerekekhez, a felnőttekhez, mert igazából utána nagyon sok felnőtt is elolvast, és úgy szerették ezt a könyvet, és úgy éreztem, hogy ezt már gyakorlatilag bűn tovább őrizni. És a két Livi pályázott ügyesen, a Györkönyi Templomért Alapítvány kiadványa lett. A születésnapomon jött ki a nyomdából ez a könyv, ez szeptember 14-e volt, igaz, Erika? Vagy Erzsike, bocsánat. És két hét alatt így nyomtalanul tűnt el az első 500 példány, amit kisebb soknak éltünk meg. Soha nem árultam könyvet, mindig utáltam is árulni dolgokat, mert én legszívesebben így a kezébe adnám, hogy vigyed, aj, hát már... Ugyan, mert nincs ennyire szükségem, hát vigyétek. Csak az a gond, hogy ezek hát valamennyi pénzre mégiscsak kerülnek, ezért kell megtennünk ezt a gonosz lépést, hogy pénzt kérünk érte, mert én tényleg annyira szívesen adnám amúgy. De hát nagyon-nagyon jó költségvetéssel tudtuk elkészíteni, 2000 forint lett az ára, és ismét Györkönyv volt az, ahol bátrak voltak, és mellém álltak, és köszönöm is. Azóta még sok könyv fogyott el, de még van. Igaz, már csak Livinél, mert nálam kettő van jelenleg. Még lehet, hogy majd én magam is fogok venni. Na, többi könyvről is egy picit, azért szólok egy pár szót. Az első hát könyvnek nevezhető alkotmány, ami megjelent a tollamból,
Ez egy, szintén egy adventi mese. Talán nem véletlen, hogy az advent az így mindenhova becsatlakozik. Nagyon szeretem ezt a kis Tök-Tóbiást. Tulajdonképpen az én örök útkeresésem ez az, éreke valamit? Éreke én valamit egyáltalán? Hát ma nagyon-nagyon hasznosnak értem meg magam, mert a család nyeverget palacsintáért, és még istentisztelet után meg tudtam sütni azt a 80 palacsintát, ami úgy körülbelül elfogy egy ekkora családban. Továbbá nagyon sikeres voltam hétvégén is, mert egy kabátnak az ujjából sikerült a rúzsfoltot kivennem, szóval ezekben érzem, hogy sikeres vagyok, de nagyon sokszor másban meg nem. És mennek a hétköznapok, és egy hittanóra után az ember olyan gyakran azt érzi, hogy hogy tudtam volna többet tenni, vagy hogy tudnék valami olyat tenni, ami tényleg valahogy úgy ébresztőt fújna, vagy gyógyítana, vagy tényleg úgy, tényleg a helyén lenne, és azonnal látszana. Olyan jó elmosogatni, rögtön tiszta az edény, de tényleg a tanítás az olyan, hogy ott annyira hosszú távon látszanak csak a dolgok. Egyszerűen évek, tényleg. És szóval az útkeresés, hogy miben vagyunk jók, és hogy elfogad-e így az Isten, elég jó ez már neki. Egy kicsit erről szól a Tök-Tóbiás, többet nem mondok most erről, de ennek is a többedik kiadása, maradjunk ennyiben, ez a könyvecske, és már egy nemzedék szerette és felnőtt rajta, szívből tudom ajánlani, nevetségesen alacsony áron, még egy ezresbe sem kerül. Hát ezek novellák, aki szeret olvasni, de kevés ideje van velem együtt, az novellákat fog olvasni előbb-utóbb. Leül, és szinte egy 10-15 perc alatt kap egy kis pakkot, amit ő tovább gondolhat. Soha senkinek nem mondom el, hogy honnan jött ez a novella, mikből gyúrtam össze, lehet, hogy valamint fölrántottam magam a piacon, vagy hittanórán, úgy megrázott valakinek a sorsa, hogy muszáj volt megoldanom papíron, mert hogy az életben nem sikerül mindig. Nagyon szeretem ezeket az írásokat, annyira mulatságos, mert annyira nem tartom őket sajátomnak, hogy tegnap például, aki esetleg Facebookon követ, az láthatta, hogy megosztottam egy idézetet. Úgy volt, hogy pörgetgettem így az oldalt, ugye pont ez a de fáradt vagyok, hagyjatok egy kicsit békén. És akkor ott volt egy Luther idézet, mondom, de király. Ott alatta volt egy Bonhoeffer, az is, de jó, megyünk tovább. Ott volt egy Erdő Péter talán. Szóval ilyen jó kis, olyan embereknek az idézetei voltak, akiket úgy tényleg úgy nagyra becsülök. Egyszer így olvasom ezt, amit aztán meg is osztottam, mondom, de jó, na ezt megosztom. Puff, rákattintok, megosztom. Tényleg nézzük már, ki írta. És azt mondja, Füller Tíme a Tócsa Tükörben című novellás kötete. Mondom, ezt jobb lett volna előtt elolvasni. De aztán arra jutottam, hogy jó, hát én már annyira függetlenedtem ettől, hogy nem is tudom, hogy mik vannak benne. Néha így újraolvasom, de nincs így, tehát nincs egy listám, hogy mi jelent meg mi nem. Tehát amikor gyűjtök egy új kötetre, akkor meg kell nézni, hogy hú, ez megjelent, nézzük már, tartalomjegyzék. Tehát tényleg így küzdök ezzel, hogy így dől ki az anyag, aminek meg kell íródnia valahogyan. És pont én vagyok ott, aki éppen ráér megírni, és aztán annyira függetlenítnedik tőlem ez a dolog, hogy nem ismerem fel a saját idézetemet, talán azért, mert nem a sajátom, hanem ez egy nagyon kapott dolog. De hát most van egy idézet, amit saját magamtól megosztottam, szóval így mindenki nyugodtan lájkolhatja, hogy Timi Stéf volt. Remek szerzőt találtál. Ezt a kis öniróniát muszáj megtartani az embernek, hogy a papné lesz. Ennek a következtében született ez a papné titkos naplója kötet, amiben hát azért egy picit a gyülekezet betekintést nyer abba a világba, amiben egy picit úgy belepottyan az ember, amikor bekerül egy lelkész családba. Meglepő, hogy az előző héten még én mentem a lelkészhez sírni, vagy én panaszkodtam rá, és következő héten meg rám fognak panaszkodni, mert most papné lettem. És esetleg nem fekete zoknim van. Nagyon-nagyon meglepő
fordulat volt az életemben ez a lépés, és nagyon jó volt, ahogy a gyülekezettel együtt így ezt átküzdöttük rajta magunkat, hogy hát ő nem az. Ő, neki nem lesz kis kosztüme soha. Ha addig él se. És ma már így szeretnek, és olyan jó. Nagyon, nagyon szeretem ezt a könyvet is. A Holtágat meg azért gondoltam, hogy abból fogok most egy picit felolvasni, mert Győr könyvben vagyok. És nemrég volt halottak napja, és én most a... Szóval az anyósom, amikor meghalt, akkor az a gyászunk, az azért volt nehéz, mert már a gyerekeink már akkorák voltak, hogy jobban fölfogták, hogy most valami megszakadt, hogy valami történt. Amikor a papa elment, akkor megpuszírták, és otthon teljes békével mondták, hogy ja, papa, elment Úr Jézushoz. De a mamánál már úgy, a nagyoknak már velünk együtt nehéz volt. Emlékszem arra napra, így beosztottuk, hogy Marikával, meg Titusszal, meg Misivel, hogy meg volt egy gondozónk is, hogy akkor most kimegy, és pont én következtem volna ebédre, hogy úgy kicsit belekanalazni egy kis életet még a mamába. És aznap reggel jött a telefon, hogy meghalt, és én pont egy ilyen zenés gyerekfoglalkozást tartottam, és olyankor az egy másik Timi. Én nagyon szeretek az a Timi is lenni, de az annyira egy másik Timi, hogy az a Timi teljesen vidáman bohóckodott ott végig, játszott a gyerekekkel, csikizte őket, amit kell, megpatkoltam a talpacskákat, és akkor eltettem a gitáromat, órámra néztem, és azt mondtam, hogy jó, hogy megyek, mert a mamát etetni kell, és kiültem az autóba, és elkezdtem bőgni, mint a szamár. Mert rájöttem, hogy nincs kit etetni már. És az a napi rend, ami egyébként egy hosszú távon rettenetes, és szinte élhetetlen, és embert próbáló, és borzasztó napi rend volt, és borzasztó időszak a betegségnek, ez az utolsó szakasz, amikor nincsen már föl, hanem csak lefelé van. Mégis úgy ütött szívem bennünket, ahogyan bárkit, akinek valaki szerette, elment. És akkor hazamentem, és a nagyoknak már fájt, és ott volt a Borsi, és ez a Borsi szemszögéből ugyanez a történet. Szia, mama! Képzeld, ma reggel anyu meg apu azt mondták, hogy elmentél, és sírtak. Mindenki futkosott, fekete ruhát vettek fel, és nem volt szabad kérdeznem semmit. Úgy vittek el az óviba nagy futtába, még egy picit sengedtek be a szobádba, pedig mondtam nekik, hogy tegnap ott maradt a szilajpacim. Tudtam, hogy sietnek megkeresni téged, mert elmentél. De azt nem értettem, miért szomorkodnak annyira, még nevetgéltem is magamban, hogy na hát, hogy nem juthattál messzire, hiszen tegnap még felülni se tudtál egyedül. Jobb lenne, ha örülnének anyujék, hogy már ilyen virgonc vagy, hogy megszöksz. Csak akkor lett rossz kedvem, amikor az óvónéninek meg azt mondta apukám, hogy ma lehet, hogy kicsit később jönnek értem, mert meghalt a mama. És intézni kell temetést. Nem tudtam, hogy a meghalás elmenés. Azt hittem, olyasmi inkább, mint az alvás, csak egy kicsit hosszabb. Az óvónéni megsimogatta a fejemet, ami jól esett, még egy kicsit el is pityeredtem, hogy milyen kedves ma, aztán mondta a Dajka néniknek, hogy legyenek ma türelmesek vele, mert elveszítettem a nagymamámat. Hát ezen megint meglepődtem, nem is én veszítettem el, semmi közöm a dologhoz, ő ment el magától, vagy meghalt, vagy mi. Márka barátom odajött hozzám, és mondta, hogy nyugi, az ő mamája is meghalt, majd elmúlik. Kérdeztem, hogy mi. Ő meg azt mondta, hogy a sírás. Hogy az a legrosszabb, amikor a felnőttek sírnak. Ebben lehet valami, mert attól én is nagyon félni kezdtem, hogyha apu meg anyu sír. Jó volt, hogy Márk mondta, hogy ez elmúlik. Kérdeztem, hogy mi a helyzet a fekete ruhával. Azt mondta, ez a divat, amikor temetés van. Olyankor mindenki ebben illegeti magát. Mármint, hogy feketében. Olyan lehet ez, mint hogy mondjuk karácsonykor a csillag, meg az angyalka, meg a rénszarvas, meg a fenyőfa illik, húsvétkor meg a nyuszi. Hát a temetéshez meg a fekete illik. Kérdeztem, hogy mi a temetés. Azt mondta, ő se tudja pontosan,
mert azt nem hagyják gyereknek megnézni. Biztos valami nagyon felnőttes dolog lehet, csak annyit tud, hogy utána a nagymamákból egy kicsi kert marad. A temető utca végén, és azt kell gondozni szépen. Talán olyan lehet ez, mint mikor tulipánhagymát nyomkodunk a föld alá, hogy legyen belőlük virág tavasszal, de ez persze nem egészen biztos. Na és mikor jön vissza a mamám? Kérdeztem még Máttól, de azt sajnos ő se tudta. Pedig neki az apukája is meghalt már, nem csak a mamája, de azóta egyiket se látta, csak a kerteket, amik lettek a temetésből. Ráadásul még azt se tudta, hogy hol kereshetné őket, mert mindenki mást mond, hogy hova lettek. Megpróbáltuk az óvónénit is kifaggatni, de ő se volt biztos a dolgába. Először azt mondta, hogy elmentél a mennybe, aztán azt, hogy az Istenhez, utána azt, hogy az égbe, végül azt mondta, hogy mostantól a szívünkben élsz. De azt ő is megerősítette, hogy nem fogunk többet találkozni veled. Ezen aztán elszomorodtam. Igaz, hogy még csak 6,5 éves vagyok, de azért szólhattál volna, mielőtt elmész. Tudod, hogy megértem, hogy nem nyafogok már akkor sem, mikor anyunak el kell mennie. Nem kell én tőlem titokba megszökni, mint egy kisbabától. Jó lett volna, ha elköszönhetünk. Te mondtad volna, mint régen, mikor még beszélni tudtál, hogy na puszi. Én meg odadugtam volna az arcomat az arcodhoz, mint kiskoromban, amikor még nem tudtam, hogy hogy kell puszit adni. Ezen mindig nevettél. Hogy nem tudtam, hogy ki ad, és ki kap puszit, hogy inkább csak odadugtam az arcom. Tetszett neked ez a mutatványom, sokat kacagtunk rajta. Így neveztél el napuszinak. S bárki, ezért adtam sokszor még mostanában is neked így puszit. Kicsit csalódott vagyok, hogy itt hagytál. Már sokszor mondták nekem, hogy ne menjek be a szobádba, mert a mama nagyon gyengén van. De én azért mindig beszöktem hozzád, bebújtam az ágyadba, oda simultam a hátadhoz, fogtam a kezed, máskor meg fésülgettem a hajadat. Néha kekszet is vittem be, de hiába dugtam a szádba, már nem tudtad megenni, csak mosolyogtál. Akkor belemártottam a teába. Jó szutyos lett a tea, mire végeztünk, de úgy már le tudtad nyelni a kekszet. Az is jó volt, hogy mindig Halloweenben vagy. Nekem csak nyáron engedik meg, hogy abba aludjak. Télen kötelező a pizsama, mert kilógnak a csupasz virgácsaim. Most mondtam anyunak, hogy tessék. A mama virgácsai is kilógnak, és az nem igazság, hogy neki szabad, nekem meg nem. Anyu sóhajtott és beleegyezett. És most én is úgy haludhatok, mint a nagylányok. Látod, ezt is neked köszönhetem. Anyu meg apu megláttak, mindig kiküldtek engem a szobádból. Azt mondták, nem játék a mama, meg hogy utcai ruhába ne bújjak már be a tiszta ágyba. Na mondjuk a te ágyadban nem búj, na mondjuk a te ágyadban nem volt túl nagy tisztaság. Éreztem én, hogy neked is oda sikeredik néha, alvás közben, de nem akartalak piszkálni, mert te se bántottál, amikor kiskoromban véletlenül bepisíltem, hanem gyorsan lecserélted az ágyneműt, és mutattad, hogy nem mondjuk el senkinek. Nekem is jól esett, gondoltam, te is így vagy ezzel. Pedig jó volt nálad. Azt is szerettem, hogy neked lehetett sokat mesélni, mert nem volt semmi dolgod. Ha elmondtam, hogy az óviban tanultunk egy hosszú verset, sose szakítottál félbe, hogy ügyes vagyok, de most már inkább siessünk ide meg oda. Minden verszakát végig énekeltem, az egyszer egy királyfinak, azt sem mutad meg. Néha még úgy is láttam, hogy próbálod suttogni a hi-hi-hi-ha-ha-hát. Mert arra még emlékszel, csak kimondani nem nagyon sikerül már neked. Szerettem, hogy itt laksz. Mindenki sajnált minket, hogy téged ápolni kell, de én úgy láttam, hogy nincs veled semmi gond. Szerintem én sokkal több gonddal járok, mert még nem mindig tudom előre, hogy mitől borulnak majd ki a felnőttek. Te sose firkáltál a falra, és nem másztál fel egyedül a padrásra, és nem tekerted be WC-papírral a macskát, és nem csapoltál gyantát a fenőfából. Inkább olyan volt, mintha egy kisbabánk lennél, akinek segíteni kell, mert még nem boldogul egyedül a dolgokkal. És ez meg természetes dolog, nem? Hiányozni fogsz nekem. Azért is bújtam be az ágyadba, most búcsúzóul egy kicsit. Az ágynak még olyan napuszi szaga van. Legyen még egyszer ilyen szagom, mielőtt virágos kerté változol. Ha lehet válogatni, kérlek, a szívembe lakjál majd, ne csak a Teremtő utcájába, meg a temetőbe, meg a mennybe, meg az Istennél. Lehet, hogy kicsi itt a hely, de ígérem, én nagyon fogok rád vigyázni. Szeretettel gondolok rád, Borsi. Na, de valami kis énekléssel most oldunk.
volt három fa levél. Észrevétlen az őszi ágról, és jött a szél, a messzi szél. Egy messzi másik új világból elröpült három fa levél. Az egyik magasba vágyott, talált a felhők közt egy új világot. Emelte, emelte a szél, a másik rohanni vágyott, magasba hágott, és mélybe szállott. Sodorta, sodorta a szél, a harmadik szédülni vágyott, szemét lehunyta, semmit se látott. Kavarta, kavarta a szél, lobogott három fa levél. Lehullott három fa levél, tehetetlenül a világból. Ott lenn a sár fekete mély, kiemel fel az őszi sárból. Ti szegény három fa levél. Most a percegőből is föl fogom olvasni a végét, amiben az a poén, hogy a mamáról beszéltem most, és most én leszek nagymama. Februárban születik az első unokánk, nem is vagyok egyedül nagymama jelölt itt, de majd csak kérdezgessék a többieket. Hát, ha még valaki gyanús. És ezért különösen szeretem ezt a végét ennek a könyvnek. Dédike közben a kisebb, tehát ez egy hosszú mesének a vége, amit egy dédmama mesélt el, egy, tényleg egy idős néni, aki már csak üldögél, az emlékeket szeretgeti, és ennek a vége ez. Közben a kisebb szúgyerekek elszenderedtek, és az arcukon mosoly terült szét, mert fényes palotával, drága köves koronával, aranytrónnal álmodtak azon az éjjelen, Dédike pedig félig bóbiskolva azon törte a fejét, hogyan is mesélhetné el nekik méltóképpen a mennyei királyfi, Jesua szegényes földi útját és igazi tündöklését. Talán majd legközelebb, gondolta félrebillent fejjel, s egy kicsit összeszorult a szíve, mert már nagyon idős volt, s kevés erőt érzett magában. Aztán a sarokban kötögető nagymamára, kedves unokahúgára esett a pillantása, aki rámosolygott és odalépett hozzá, hogy egy meleg takarót terítsen a hátára, s ahogy ránézett a Dédike, szívét átjárta a megkönnyebbülés, elmosődött, s magában hálát adott a családjáért. De Dédike, te hogy lettél Sue Ellen? Riasztotta fel gondolataiból egy kíváncsi hangocska. Ilyen név még nem is szerepelt a családi albumban. Kutnyeleskedett Füzike. Ó, kicsim, az egy egyszerű elírás csak. A mamám nagyon szerette az egyik illatszert a kamrában, ahol lakott, és a felirata is mély benyomást tett rá. Sue Ellen. Azt mondta, van benne valami franciásan előkelő. Így aztán, amikor megszülettem, ezt a nevet adták nekem. Csak tudod, az anyakönyvvezető nem volt képes rendesen leírni, így két ellel. Hát, így lettem én Sue Ellen. Van ilyen néha, igaz, őrkönyek? De most már futás aludni, mert lassan elhallgatnak a kabócák, és olyan későre jár. Azzal megborzolta az unokák fejecskéjét, édesanyja karjába tette a kicsi Fannát, és nevetve kitessékelte őket a szobából aludni. És azon az éjszakán a Dédike a saját dédnagymamájáról álmodott, aki mindezeket valamikor régen neki elmesélte. És szívből remélte, hogy a kicsik is mind-mind boldog öregkort érnek majd meg, s a dédunokáik
ugyanígy körülülik majd őket annak idején, és ez így megy majd a világ végéig, egészen addig, míg egy nap egy asztalnál ül majd mindenki Jézus gyönyörű országában. Így legyen. És ide a végére erről a fáról egy dalt terveztem, és utána én lezárom a magam részét, lehet kérdezni, lehet nézelődni. Hoztam még ezeket az eredeti Lázár Ervin leveleket is, meg a Séfer Erzsébet levelet is, amit tőlük kaptam még kritikákat annak idején. Ezek most már ilyen kis műkincsek, mert már kevésbé, hát Lázár Ervin pláne nem ír, mert szegény meg is halt közben, de hogy Séfer Erzsébet is már kevésbé írogat, tehát ezeket így meg szabad nézegetni, és akkor ennek a kis tölgyfának az énekkel kerül ide a végére. Égigérő tölgyfa volt, kidőlt a viharban, harkályvés iszú eszi, fekszik az avarban. Harkályvés iszú eszi, fekszik az avarban. Benövi a zöld moha, komma terem rajta, belé bogár költözik, halája meghondja. Belé bogár költözik, halája meghondja. S eltűnik a fű között, mintha nem lett volna, de majd újra égig ér, ha mesélek róla. De majd újra égig ér, ha mesélek róla. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen!